A NAD-udvart fogadta a férfi kézi csapat vasárnap. A tabella állása szerint sima győzelemre számíthattak a hazai szurkolók, a meccsen azonban kijutott az izgalomból. Papíron könnyű mérkőzés várt a füzesabonyi férfi kézilabda csapatra a NAD-udvar ellen. A végére viszont csak 4 gólos győzelemnek örülhettek. Minden bejött, amit megbeszéltünk a srácokkal, működött a védekezés, működött a támadás. 4-5 gólos előnynél sajnos ez a csapat valamiért nem tudom fejben, nem tudja feldolgozni az előnyt, és nem tudunk átlépni a holtponton, hogy összeroppantsuk az ellenfelünket, ezáltal nem tudunk olyan előnyt teremteni, hogy elszegjük a kedvüket is a játéktól. Sajnos itt köszönt vissza az, hogy nem igazán tudunk kezdeni azzal a helyzettel, nem tudunk mit kezdeni azzal a helyzettel, hogy vezetünk, és kezünkbe maradhatna a mérkőzés, elkezdünk izgulni, elkezdünk kapkodni, egyénieskedni, ezzel kapcsolatban hibáink lesznek így a közeljövőben. Az eddig parádéson védő Gulyás Levente ezen a mérkőzésen a kispadon ült. Nagyon szükségünk volt György Gáborra, ugye Gulyás Levente szokott kezdeni, de ezen a héten nem tudott edzésen részt venni, ezért döntöttem úgy, hogy György Gábort fogom kezdetni, jó döntésnek bizonyult. A hétvégén a Hajdúböszörmény csapatát fogadja a Juhász 99 FSC. Nevel.